A remek formában lévő Puskás Akadémia MOL-Fehérvár együttesét fogadta a Simple Liga 17. fordulójában. A felcsútiak leggólerősebb játékosuk nélkül várták az összecsapást. Majer Zsófián gyors felépülést kívánunk, és mellette állunk ebben a hosszú folyamatban, amin nagy szükség lesz saját erejére is. Majer Zsófia U19-es válogatott mérkőzésen szenvedett keresztszalag szakadást, problémamentes felépülést kívánunk neki mi is ezúton. A találkozót a fehérmezes Puskás Akadémia kezdte jobban. A 16. percben egy szöglet után Rajsada Silva került nagy helyzetbe, de nem találta el a kaput. Ősszel 7-0-ra nyert a Puskás, most viszont a 25. percig kellett várni az első gólra. Ekkor Kovács Eszter ígéretes helyről végezhetett el egy szabadrúgást, a labda pedig a mozdulatlan német Noémi mellett a kapu jobb oldalában kötött ki. A vezetést jelentő találat egyértelműen megnyugtatta a hazai csapatot. A 31. percben szép baloldali támadás végén Tamók Rebeka kapta a labdát középen, és már is megduplázta előnyét a Puskás Akadémia. A folytatásban sem változott a játék képe, rendületlenül mentek előre a hazaiak. A 40. percben egy a kígyótérről eleresztett lövést pont középre ütött ki a fehérvári kapus, az ott ólálkodó Bokor Adriennek pedig nem volt nehéz dolga. A felcsúti csapatkapitány góljával lett 3-0 az eredmény, így vonultak szünetre az együttesek. A biztos előny tudatában a szünetben két helyen is változtatott Halászi Kinga. A 67. percben pont az érkező harmadsára csapott le egy eladott labdára, amivel egyből és nem mellesleg kiválóan indított, Sinka Napsugár higgadt befejezése után pedig már is 4-0 állt az eredményjelzőn. Nem sokkal később kevés hiányzott az 5. hazai találathoz, de a szöglet utáni fejes mellé szállt. A 76. percben hasonló volt a forgatókönyv, mint a 4. gól előtt. A Puskás Akadémia már az ellenfél tér felén megszerezte a labdát, ami aztán ismét Sinkához került, aki ezúttal a 16-os vonaláról lőtt. Ezzel az igencsak látványos bombával már 5 találat volt a hazaiak előnye. Az eredmény a folytatásban már nem változott, vagyis a Simple Liga 17. fordulójában a Puskás Akadémia MOL-Fehérvár 5-0. Végiguraltuk a játékot, az elején egy kicsit kapkodós volt, ugye a keretünk 10 nap után csütörtökön találkozott először, addig ugye kis csoportokba edzettünk, de úgy gondolom, utána hogy egyre jobban mentünk előre a mérkőzésbe, illetve a gólokat is megszereztük, utána már egy kicsit nyugodtabban játszottunk, és magabiztos győzelmet arattunk. Azt gondolom, amit nekünk ma tudtunk teljesíteni, azt megtettük. Van hiányérzetünk, de azt gondolom, hogy abban a felállásban, amit ma játszottunk, ennyit elemelőre. Az elején meglepett minket a videóton, mert letámadtak, de utána az első gól után sikerült megnyugodnunk, és átvettük a játékot, és mi irányítottuk. Mindenképpen nehéz mérkőzés volt, számítottam rá, illetve a csapat is, hogy szélről belőtt labdákkal és ívelésekkel fog próbálkozni az ellenfél. Tudtuk, hogy milyen játékerőt képviselnek, úgyhogy mindenképpen feladatos mérkőzés állt előttünk. Mindenki örül a győzelemnek, és megyünk tovább. Szerettünk volna meglepni a Puskást igazából, szerettünk volna támadásokat építeni. Nyilván benne volt a játékunkban az is, hogy gólt szerezhessünk. Sajnos ez mai mérkőzésen nem sikerült, de nem csüggedünk. A következő mérkőzés rettentően fontos lesz, és arra fogunk készülni ezentúl. A 18. fordulóban a MOL Fehérvár az Asztrát fogadja, míg a Puskás Akadémia a Kelenhez látogat majd.